Milyen együttműködési lehetőségei vannak a méhészetnek és a mezőgazdaságnak? Erre a kérdésre keresték a választ az AMDASZK Csapó Dániel mezőgazdasági szakközépiskolában felszólaló előadók. A mezőgazdaságban használt növényvédőszerek hatalmas károkat okoznak a méhészeknek, a vegyszerek legtöbbje ugyanis mérgező a méhekre. Nagyon bízunk abban, hogy ezt valamilyen szinten meg fogjuk tudni oldani, hogy egy együttműködéssel, hogy minél minimálisabbra csökkenteni ezeknek a káros vegyszereknek a hatását. Az előadók között biológus és bioméhészettel foglalkozó szakember is felszólalt. Ő azt mondja, ahhoz, hogy a méhészek ne szenvedjenek évről évre károkat a növényvédelem miatt, mindenféleképpen a két ágazat összehangolt együttműködésére van szükség. Mind a két félnek kompromisszumot kell kötni, és állandó egyeztetéseket, állandó megbeszéléseket és állandó késleteket kellene végezni, nem egymásra sarat dobálni, hanem igenis leülni az asztalhoz, és megbeszélni, hogyan tovább. Az előadásokra az iskola megalapításának 90. évfordulója alkalmából szervezett, egy héten át tartó programsorozat zárásaként került sor. Az intézmény szakmai főigazgató helyettese szerint fontos, hogy a diákok a mezőgazdaság különböző területein dolgozó szakemberek különböző tapasztalataival részletesen ismerkedhessenek meg. Én úgy gondolom, hogy mezőgazdasági iskola révén, valamint örökösökkori iskola révén fontos, hogy tőlünk kikerült diákok úgy tudjanak gazdálkodni, hogy mellette a méhészek is tudják folytatni a tevékenységeiket. Az évforduló alkalmából szervezett programsorozat részeként a zárónapon nem csak a méhészettel kapcsolatos előadásokat hallgathattak a diákok. A rendészeti képzésben tanulóknak katonák tartottak beszámolót missziós kiküldetésekről, és éles fegyverrel is volt lehetőségük lőni a tanulóknak.